Ennek a kis visszatekintő autókiállításnak, rögtönzött kiállításnak, ami ugye a valamikori GM-nek a helyén van itt Genfben, két szerintem kis fénypontja ez a két Alfa Romeo, ami nagyon jól mutatja, hogy tényleg így volt régen, hogy ugyanarra a padlólemezre különböző, illetve alvázra, akkor még ugye alvázra, a különböző gyártó, karosszéria gyártó különböző karosszériákat pakoltak. Egyébként ami érdekes ebben az Alfa Romeo 6C 2003-asban, meg a másikban is, hogy mind a kettőt pont 80 éve itt Genfben, 1938-ban, tehát még a II. Világháború előtt mutatták be, és az a karosszéria építő cég, aki a karosszériát rátette az Alfa Romeo alvázra, az ide Genfbe valósít, azért is van itt ez a kiállítás, egy kicsit hazabeszélnek a svájci kiállítók. De ha megnézzük az autókat, látszik, hogy más a hűtőrácsa, tehát ugyan a háború előtti autók, vagy ezek a régi, én úgy hívom őket, hogy csőrös autók ezzel a szűkülő motorház tetejükkel, ezek azért elég hasonlóak voltak, de tele vannak olyan kis apró design elemekkel, amitől mégis különbözők. Érdemes például az oldalsó kopoltyú hűtőrácsokat megnézni, hogy milyen ezen az autón, milyen azon az autón, miközben ugye technikailag a két autó teljesen egyforma. Egyébként ebből pont erre a 6C alvázára az Alfa Romeo-nak számtalan, én legalábbis úgy tudom, hogy nagyon sokféle karosszériát építettek rá. Hát persze ez akkor is a gazdagok játéka volt, egy ilyen autó ma is a gazdagok játéka. Én nem is tudom, hogy mennyit érhet, de ezek ilyen 50-100 millió forintos értékek, tehát ma is a legdrágább autókra lehetne becserélni őket, ha valaki meg akarna válni tőlük. De ugye nagy különbség, hogy még egy mai autót, ha nem is mindig egyszerű, mert ez érdekes, ma sem mindig egyszerű, de meg lehet szerezni kvázi a boltból. Ezekből az autókból annyi van, amennyi készült, tehát csak azokat az egyedi darabokat lehet megvásárolni teljesen egyedi áron. Látszik a külös kerék, tehát ez tényleg ez a régi felépítés, elől-hátul dobfékkel, 2,3 literes soros 6-hengeres motorról, ugye innen jön a típusjelzés, 6C, tehát ahogy az olasz mondja, Sei Cilindri. Még ugye jobb kormányos kivitelbe érdemes belül is megnézni, egy kicsit bele tudunk pillantani. Ugye mind a kettő kabrió karosszéria. Közben befutott a két Alfa Romeo tulajdonosa is, csak az érdekesség kedvéért. Hát nem hiszem, hogy bárki gondolná róla, hogy az Alfa Romeo vagy hozzá tartozik, egy nagyon egyszerű, kinézhető farmer nadrágos úriember, itt a szemüvegben látható. Éppen ő is ellenőrzi, hogy a kiállítás megfelelő minőségű, mind a két autó az ő birtokában van, úgyhogy... Így van, ki mire költi a pénzét? Ő ebben szereti tartani. Még a dokumentációnak is egy része megvan. Hát természetesen a cég már régen nem létezik, úgyhogy szerencsére ez nem számít reklámnak, hogy ez a Warblaufen karosszéria gyártó. Ugye az olasz karosszéria gyártóknak a neve fönnmaradt, tehát ugye mai napig is ismerjük az Ital Designt, ugye a Giugiarót, a Bertonét, a Touring karosszéria műhelyt. Hát ezek a kisebb műhelyek, pont egy Genfi ilyen autókarosszéria mű nem ismerős, de például Magyarországon is volt ilyen. Ha jól emlékszem, most lehet, hogy fogok kapni nagyon ledorongoló kommenteket, vagy remélem, hogy nem, vagy helyre teszik, akik nézik esetleg. Az úri testvérek voltak például Budapesten ilyen karosszéria építők. Ők például Adler és egyéb alvázakra építettek karosszériát, és én úgy tudom, hogy abból lett az Icarus gyár később, ha nem tévedek. Hátul sem egyforma a két autó, tehát nem csak elől és oldalt, hanem hátul sem. Ugye látszik, hogy a kék autónak, annak nincs szárnya, helyette szép hosszú kromcsíkjai vannak. Ennek van hátul egy szárnya, mintha a stabilitást növelné, persze erről szó nincs, mert ezeknek az autónak a végsebessége olyan 130-140 km/h körül lehetett. Azzal együtt, hogy milyen szépen beborították a hátsó kereket, hogy csökkentsék a légellenállást, ugye a másik autón nincs is beborítva, tehát ez is egy különbség, hogy például a hátsó autón, vagy a másik, a kék verzión nincs beborítva a hátsó kerék. Ami még érdekes volt, amit így észrevettünk, hogy ott is látszik a hátsó kerék előtt egy ilyen kavics felverődés gátló lemez, ami azon az autón így néz ki, ezen is van. Csak hát akkor még ugye lemezből csinálták ezt meg, ma sokszor ilyen fóliák védik az autókat, műanyag fóliák a kavicsok. Az pedig a karos index, ugye akkoriban ezzel jelezték az irányt, ami számomra érdekes, hogy úgy tudom, hogy például az Egyesült Államokban most már nincs karos index, viszont a mai napig elfogadják autóban is a karjelzéseket.
Tehát ha valaki például balra akar kanyarodni, akkor elég kitenni az ablakon a kezét. Így, ha mondjuk jobbra akar kanyarodni, akkor így csinál, ha meg akar állni, akkor lógatja, tehát még a féklámpát is ki lehet váltani karmozgással. És ez még mindig engedélyezett.